Na szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és elérkeztünk ahhoz a videóhoz, ahol átveszük a februári swap játékosokért járó rewardot. Ugye sikerült összegyűjtenünk mind a 14-et. Nézzük meg, hogy mikre lehetne becserélni. Itt van Alex is egyébként velünk, Silver Player Spark. Nem eladható, ugye, hogy a SBC akkor ne lehessen kinyitni, és ne lehessen belőle nyitni jó játékosokat. Ez ilyen direkt szopatás kéne a francnak. Eltrum Player Spark egy szar. Bacsuai, hát nekünk nem kell 84-es Informance Fix. Juan Jesus, vagy Jesus. A statok alapján egyébként nem rossz kártya, ez a 84-es rómás brazil védő. Azonban csak a kártyán lévő statok jók szerintem, tehát ez már annyira nem meggyőző, amit van. Úgyhogy ettől Alexit mondja, azt hiszem, hogy nem kell, ugye? Ez a Jesus. Nem, igazából nekem se kell, és az az igazság, hogy Rivázba játszottam ellene párszor, és nem egy nagy durranás a csávó, Rer meg a pak, semmit nem dobna, ez az Uber nem tudom, hogy került bele, kéne a francnak, 8 lapér, ez amúgy, Alex, ez ki ez az Uber, hogy ízébe tették ide? Alex se tudja, hogy mi az, és van egy ilyen török, hát ez aztán tényleg nagyon megéri, 10 ér, 10 ér egy 84-es játékos. Van itt egy Jumbo Rare Players pak, amiben jönne nekünk egy 83-as játékos, úgyhogy nem ezt válasszuk. Ja. Hanem akkor már, ha összeszedtük mind a 14-et, akkor ezt a Gerard Deulofeu-t fogjuk beváltani. 14 darab lap kell hozzá, de mind a 14-et összegyűjtöttem, úgyhogy itt az első hét, a 200 coin. A 250. Következő. A második hét, meg a 250 coin. És akkor a 14 lapos Deulofeu elkészült. Nézzük meg, ahogy kisétál. Ez a 86-os RM kártya. Na most csak poénból, elég sokáig hallgattam a zenéjét, tudod. Na srácok, hát megnéztem már ezt a kártyát, nem ő a legjobb a PL-ben ezen a poszton, de nem is a legszarabb, tehát nem egy rossz kártya. Fizikálisan mondjuk nagyon gyenge, de 95-ös pace, hát szóval egy ilyen 86-os kártyához képest nem rossz. Nem mondom, hogy világrengető, de legalább az agility is rohadt jó nálam, a curve, a composer az nem olyan jó. Szóval inkább ezt szedtük ki, mint a 100k-s pakot, amiben úgy csinált volna szerintem semmi. Tényleg nem jó a legjobb posztján PL-be, jobb nála ugye a Salah, jobb nála mit tudom, Márez, de tudom én, benne van az első, hát nem is tudom hányba, tudom én, 5-be vagy pöcsöm tudja. Első 10-be biztos benne van a PL-be ezen a poszton ez a kártya, úgyhogy azért választottuk őt. Aztán is szerintem nem fogjuk, most nem is fogom azt mondani, hogy letesztelgetjük, mert úgyse fogjuk letesztelgetni. Soha senkit nem tesztelgettünk le egyébként. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a reward átvételes videó, és Isten igazából nagyon szar volt az e-havi. A februári igazán szar leosztás volt. Ez a Deulofeu is egy elég közepes kártyához képest, 14 swap kártyát kérte, vagy swap játékos. Remélem, nagyon remélem, hogy a márciusi jobb lesz ennél, mert ez egy szar leosztás volt ez a februári. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a videó, tetszett, dobjatok rá egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!